Az erdőgazdálkodás műszaki fejlesztését vizsgálja a negyedik részprojekt. A kutatások középpontjában az erdészeti utak állapotának felmérése, értékelése, felújításuk pontos tervezése áll, amelyek kapcsolatban több saját fejlesztésű eszközt is alkalmaznak a kutatók. Emellett a részprojekt vizsgálja az erdészeti utak hatását az erdőterület vízháztartására. Irányelveket dolgoz ki a víztelenítés megoldásaira. Érintett terület még erdészeti terepi adatgyűjtő és kiértékelő rendszer kidolgozása is. Ám a középpontban speciális pályaszerkezetű erdei utakkal kapcsolatos vizsgálatok állnak. Az állapotfelmérés két rész, két fontos része van. Egy úgynevezett szubjektív állapotfelvétel, ahol amelynek a célja az, hogy meghatározzuk azokat az utakat, útszakaszokat, ahol a későbbiekben valamilyen beavatkozásra szükség van, elsősorban pályaszerkezet megerősítésre. A szubjektív állapotfelvétel tulajdonképpen azt jelenti, hogy meggyőződünk arról és felmérjük azt, hogy az útnak melyik szakaszán milyen állapotú az út burkolata, milyen mértékben kátyús, nyomvájus és repedések mennyiben jelentkeznek, illetve ezzel együtt nagyon hangsúlyos a vízelvezetés megoldása, tehát meg kell győződnünk a pályaszek burkolat után a patka, az árok és az árok után a növényzetnek az állapotáról, mert a vízelvezetést lényegesen befolyásolja. Hogyha ez megtörténik, akkor ez alapján ki lehet jelölni, ki lehet választani azokat az aszfaltburkolatú utakat, amelyeken a további mérések szükségesek, megfelelő sűrűségben ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy melyik útszakaszt, melyik milyen állapotban van, és melyik útszakaszt milyen mértékben kell megerősíteni. Ez a jól megpakolt teherautó része a műszeres útállapot felmérésnek. Alapvetően az aszfalt pályaszerkezett utaknak a teherbírását vagy terhelés hatására történő alakváltozását mérjük ezzel az eszközzel, és itt azt lehet látni a végeredményet az előző mérésünknek, hogy a két keréknek, a bal meg a jobb kerék alatti alakváltozást, és nem csak a maximális alakváltozást mérjük meg, ami pontosan a kerék alatt történt, hanem a távmérő segítségével tudjuk mérni több pontban is az elmozdulást, és ebből fel lehet rajzolni az úgynevezett behajlási teknőt, aminek a különböző paramétereit később a benti feldolgozó programmal számítgatva különböző egyéb információkat tudunk levonni, amiből aztán lehet számolgatni erősítő réteg vastagságot, meg lehet tervezni a felújítási technológiát, tehát erre ad egy ilyen többlet információt. Ez pedig már a laboratóriumi feldolgozás helyszíne. A mérési eredmények feldolgozása az két lépcsőben történik. Először mérési pontonként kiértékeljük a méréseinket, és egy függvényt illesztünk a mérési pontjainkra, és az ebből levezetett mutató számokat összesítve meg tudjuk nézni a teljes útra jellemző adatokat. A mért útszakaszt homogén szakaszokra bontjuk, és egy-egy homogén szakasznak számoljuk ki a jellemző paramétereit, és ezek alapján tudjuk megtervezni a felújítási technológiát és az erősítő réteg vastagságát.